Köszöntöm a kedves nézőket, Brockhauser Barbara vagyok. Holnap estétől melegfronti hatás érvényesül a Kárpát-medencében, emiatt pedig enyhébb léghullámok is elérik térségünket. Így a rákövetkező napokban napról napra melegszik majd a levegő. Az előrejelzések szerint vasárnap, valamint hétfőn már 7, illetve 9 fokot is mérhetünk a legmelegebb órákban. Az előttünk álló esti éjszakai időszakban kemény fagyokra számítanunk kell, leginkább északkeleten. Itt mínusz 15, mínusz 19 fokig is süllyedhet majd a hőmérő kiganyszála. Nagy mennyiségű csapadék nem ígérkezik, de kisebb havazás, hószálingózás kialakulhat. És továbbra is erős viharos lesz a légmozgás, emiatt hófúvásra is számítanunk kell. Holnap napközben hosszabb, rövidebb napos időszakokra szinte mindenütt számíthatunk, a nap első felében még erős lehet a szél, de a késő délutáni időszakra már szinte mindenütt csillapodni fog a légmozgás. Jelentős mennyiségű csapadék holnap sem érkezik, és a csúcsértékek mínusz 5 és plusz 2 fok között változnak majd. A következő napokban pedig napról napra erősödik a felmelegedés, vasárnap, valamint hétfőn már 7-9 fokot is mérhetünk. Emiatt pedig fokozatosan a havazást havas eső, illetve eső válthatja. Az is látható, hogy kemény fagyokra sem kell számítanunk majd a következő napokban, leszámítva a szombat hajnalt, ekkor még mínusz 15 fok is kialakulhat. Viszont erős viharos lesz a légmozgás, akár 80 km/h széllökések is lehetnek. Köszönöm a figyelmüket! Viszontlátásra!